Fejfájást, orrfolyást, tüsszögést és más allergiaszerű tüneteket is okoz a koronavírus delta variánsa, amely nem feltétlenül jár a szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztésével. Európa más országaihoz hasonlóan Magyarországon is a koronavírus delta variánsa terjed leginkább. A delta vírus mutáns lappangási ideje átlagosan 4 nap. Ez a mutáció 60%-kal fertőzőképesebb és gyorsabban is terjed, mint a korábbiak. A megbetegedések számában a következő napokban, hetekben emelkedés várható, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei is előrevetítenek. Országosan is, és egyes régiókban pedig különösen kiemelkedően emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyag koncentrációja. A nagyvárosok közül kiemelendő Budapest, ahol mind a 3 szennyvízgyűjtő területén emelkedik ez a koncentráció, illetve Szeged, ahol szintén élesen emelkedett a nukleinsav tartalma a szennyvíznek. Tehát az várható, hogy a következő héten, következő 10 napban ezekben a városokban a koronavírus fertőzöttek száma nagy valószínűséggel emelkedni fog. Hamarosan indul a következő tanév, sokan térnek haza külföldi nyaralásból, és számos nagy rendezvényre kerül sor kora ősszel. Mindez növeli a koronavírus terjedésének sebességét, így a járvány 4. hulláma szinte elkerülhetetlen. A fertőzöttek száma akár több száz is lehet naponta, ez mindenképpen, ahogy mondani szokták, benne van a pakliban, sőt, én akkor sem lennék meglepve, ha a 4. járványhullám csúcsán, amit én október végére, november elejére teszek, több ezres szám jön neki a fertőzöttek számának vonatkozásában. A magas átoltottságnak köszönhetően azonban várhatóan kevesebb embernél okoz majd súlyos tüneteket a betegség, ami azt is jelenti, hogy kevesebben kerülnek kórházba, és az áldozatok száma is alacsony marad, mondta el Rusvai Miklós víruskutató. A szakember szerint fontos, hogy aki még nem tette, oltassa be magát a következő napokban. Az iskola az az egyik fő forrása lehet a különböző vírusok egymás közötti terjesztésének. Tehát az iskolásoknak célszerű beoltatniuk magukat. Az idősek közül különösen azoknak célszerű a 3. oltást felvenni, akik az oltási kampány legelején, tehát január-februárban kapták a védőoltást, és félhetőleg már lecsengőben van az immunválaszuk, tehát különös tekintete az idős otthonok lakóira, illetve azokra, akik valamilyen társbetegségben szenvednek, cukorbetegség, magas vérnyomás, túlsúly, légzőszervi megbetegedések, tehát nekik mindenképpen célszerű a 3. oltást beadatni. A koronavírus elleni védőoltásra a vaccinainfo.gov.hu oldalon lehet regisztrálni.